kis magyar csapattal mentünk, mindösszesen egy géppel, Vizaknai Katinka navigátorommal mi képviseltük a magyar színeket. Az ultrakönnyű repülők versenye igazából három feladatcsoportban zajlik. Az első feladatcsoport a túlnyomó többséggel versenyszámoknak a navigációs szám, amit leginkább a rally repülők repüléséhez tudnék hasonlítani, ahol is előre kijelölt útvonalon az előre megadott sebességet nagyon pontosan kell tartani, tehát térbe, időbe ellenőriznek bennünket loggerek segítségével. A feladatok másik része az egy ügyességi feladatsor, ahol a motor nélkül, illetve a járómotoros leszállások vannak degben. A harmadik feladatcsoport az úgynevezett ekonomi számok, amikor is egy kategórián belül az összes pilóta azonos mennyiségű üzemanyagot kap. Itt a feladat az az, hogy a lehető legnagyobb távot, a legtöbb fordulópontot érintve repülje meg valaki, vagy a leghosszabb időtartamot, klasszikus termékszám, ugye vitorlázóktól átvéve, vagy egy háromszöget úgy építsen föl, hogy a lehető legnagyobb területe legyen ennek a háromszögnek, és hát ugye az alapvető feladat, hogy vissza kell érni a repülőtérre is. A megnyitó napján az egyébként ezüstérmes lengyel párosnak a hölgy tagja, Dominika talált 3-4 levelű lóherét. Egyet megtartott magának, kettőt pedig átadott, egyiket nekünk, másikat pedig lenne a francia pilóta barátjának. A verseny érdekessége, hogy ez a három páros, akik a lóheréket kapták, ezek álltak a verseny végén végül is a dobogón. Ez a lóhere végül is ugye szerencsét hozott nekünk is, mert ezen a világbajnokságon sikerült a harmadik helyet megszerezni. Ez volt a mi párosunknak az első világversenyen elért érme. És végezetül egy kis hazai. Nagykanizsán egy triatlon bajnokságon jártunk. 9. alkalommal rendeztük meg Nagykanizsán az úgynevezett technikai triatlont, amit annak idején azért találtunk ki, hogy a repülősportot, az ultrakönnyű repülősportot népszerűsítsük, más technikai sportok iránt rajongók körét is ki tudjuk vinni a repülőtérre. Ez a technikai triatlon ez áll ultrakönnyű repülésből, áll autózásból és a jetskiből. Hívunk 15-20 ultrakönnyű pilótát a kétüléses gépével, ezek motoros sárkányok vagy merevszárnyú állek, az utóbbi időszakban az autózsírók is bekapcsolódtak ebbe a dologba. Ugyanennyi vendéget, akiknek vagy van közük a repüléshez, vagy nincs, és párosokká sorsoljuk őket az első eligazításon. Aztán ez a páros együtt küzdi végig a napot, általában a feladatsor az egy navigációs repüléssel indul, aztán egy ilyen túraautózásszerű valamivel, amikor is egy itinerrel kell megtalálni az adott útvonalat egy itiner segítségével, és eljutni a végpontra, ami általában a nagykanizsai csónakázótó parkolójában van. Itt aztán a versenyzők egy kétüléses vagy együléses jetskire ülnek, leküzdik az ügyességi pályát. Az idei volt a 9. versenyünk, és hál' Istennek ez is osztatlan sikert aratott a résztvevők és a közönség körében, ugyanúgy, mint ahogy az eddigi versenyek is, és bízunk benne, hogy a folytatás is legalább ennyire sikeres lesz.